Ebben a leckében az alapvető vektorgeometriai ismereteket tekintjük át. Az első példában az ABCD négyzet oldalvektorai közül adott A, ami az A pontból B pontba mutató vektor, és B, ami a B pontból a C be mutató vektor. Ki kell fejezni az a ból C-be mutató vektort, valamint a B-ből D-be mutató vektort az O és B vektorok segítségével. Ezután pedig ki kell fejezni az A-ból F-be mutató vektort, ahol F a CD oldal felezőpontját jelenti. Először érdemes felrajzolni a négyzetet a feladat megoldáshoz. Ismert az A-ból B-be mutató A vektor és a B-ből C-be mutató B vektor. Fontos megjegyezni, hogy egy vektor jellemzője a nagysága és az iránya, de nem jellemzője a pontos helye, tehát például az A pontból B bemutató vektor ugyanaz, mint a D pontból C bemutató vektor, ha ennél a négyzetnél maradunk példának. Ezt észben kell tartani a vektorgeometriai feladatoknál. Most érdemes berajzolni, hogy mit kell meghatározni. Az A-ból C-be mutató vektort zöld színnel, a B-ből D-be vektort pedig kék színnel jelöltem. Ezeket kell meghatározni. A zöld vektor pont a két adott vektornak az összege, így az A-ból C-be mutató vektor az O-vektor plusz B-vektorra legyen lő. Összeadás esetén az egyik vektor végpontjába helyezzük a másik vektor kezdőpontját, majd elindulunk az egyik vektor kezdőpontjából, és onnan a másik végpontjáig tartó szakasz lesz az összegvektor. Most az A vektor végpontjában van a B vektor, így az A kiinduló pontjából a B végpontjába mutató vektor pont az A pontból C pontba mutató összegvektor. A kék vektort kivonással lehet számolni. Két vektor különbségét úgy lehet venni, hogy közös kezdőpontba rakjuk a két vektort, majd a kivonandó tag végpontjából a kisebbítendő tag végpontjáig mutató vektor lesz a kivonás eredménye. Így ha a B vektort az A pontba húzzuk, akkor az O vektor végpontjából a B vektor végpontjába mutató vektor lesz a kivonás eredménye. Tulajdonképpen igazából a kivonást is el lehet képzelni összeadásként. A B vektorhoz a mínusz O-t kell adni. A mínusz azt jelenti, hogy megfordítjuk a vektort. Ezeket a műveleteket nézzük át még egyszer külön-külön. Az első kérdésre a vektorok összege volt a válasz. Vesszük az O vektort, a végpontjába rakjuk a B vektort, majd az O kezdőpontjából a B végpontjáig tartó vektor lesz az összeadás eredménye. Mindig így adunk össze. Kivonás esetén tulajdonképpen a vektor mínusz egyszeresének hozzáadását vehetjük. A vektor mínusz egyszerese azt jelenti, hogy megfordítjuk az O vektor irányát. Tehát az eredetileg jobbra mutató A vektorhoz egy balra mutató mínusz A vektor tartozik. A B-hez ezt adjuk hozzá, tehát a B kezdőpontjától a mínusz A végpontjáig mérjük fel az összegvektort, ez lesz a kék vektor, ami a második kérdés volt. A harmadik kérdés az A-ból F-be mutató vektorra vonatkozott azt látjuk, hogy függőlegesen az A-tól az F ugyanakkor a távolságra van, mint a B-től a C, tehát a B-vektort biztos kell venni. Jobbra az A-tól az F csak az A-tól B-ig tartó távolság felénél van, így az O-vektornak csak a felét kell venni. Abból az F-be az 1 2 A plusz B-vektor mutat. Egy vektor skalárszámmal való szorzása azt jelenti, hogy a vektor hosszát szorozzuk a skalárszámmal. Tehát az egy-kettedes szorzás esetén a felére csökken a vektor hossza, de például a kettes szorzásnál a duplájára nőne. Tehát lineáris a kapcsolat, logikusan lehet vele számolni. A második példában az ABC háromszög oldalvektorai közül adott az A vektor, ami az A pontból a B pontba mutat, és a B vektor, ami az A pontból a C pontba mutat. F a BC oldal felezőpontját jelöli. Ki kell fejezni az A-ból F-be mutató vektort. Láthatóan az F pont rajta van a két adott vektor végpontját összekötő szakaszon. Ilyen esetben elég megfelelően arányosítani a vektorokat, hogy megkapjuk az eredményt. Az F pont a két vektor között félúton van, így az A-ból F bemutató vektor az A plusz B per 2 egyenlő. Másképp ezt úgy lehet végig gondolni, hogy a két vektor összegét az úgynevezett paralelogramma szabályjal számolhatjuk. Ha párhuzamot húzunk a két vektorral úgy, hogy az A-val párhuzamost húzunk a B végpontjából, és a B-vel párhuzamost húzunk az A végpontjából, akkor ezek kimátszik az A és B összegének végpontját. Ennek a paralelogrammának az átlója lesz az összegvektor, de az átló fele mutat az A-ból az F pontba. Talán az átlagolós gondolatmenet az egyszerűbb, de ahogy megérted, úgy alkalmazd a szabályokat. A két vektor végpontja között félúton lévő pontba minden esetre a két vektor átlagának megfelelő vektor mutat mindig. A harmadik feladatban adott, hogy egy rombusz átlóinak hossza 3 és 4. Meg kell határozni az átlóvektorok skalárszorzatát. Először is beszéljünk a skalárszorzatról. A skalárszorzat két vektor olyan szorzata, aminek skalár végeredménye van. Definíció szerint az O és B vektorok skalárszorzata egyenlő A hosszának, B hosszának és a közrezárt szegű koszinuszának a szorzatával. A képletben az abszolút érték jelenti azt, hogy a vektoroknak a hosszát, azaz a nagyságát kell venni. Az aktuális fádatban adottak ezek a hosszak, de a szöget végig kell gondolni. A rombusz átlói mindenféleképpen merőlegesek egymásra. Ez minden rombuszra igaz, sőt minden deltoidra is igaz, a deltoidok szimmetriája felelős ezért a tulajdonságért. A két vektor közrezárt szöge tehát 90 fokos a derékszög miatt. Ennek megfelelően a szög koszinusza nulla, mivel a koszinusz 90 fok zérus értékű. Tehát a skalárszorzat értéke is nulla. A vektorműveletek közül a vektorok összeadását, kivonását, átlagát és szorzatát érdemes ismerned, ezeket tekintettük most át. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem!